Ma indul a Géniusz az ATV vadonat új kvíz műsora. A vetélkedő főnyereménye 10 millió forint, amihez 10 párbajt kell megnyernie a résztvevőknek. A felhozatal sem lesz mindennapi, hiszen az ország történetének legsikeresebb kvízjátékosai csapnak össze egymással. Vizinger Jánossal beszélgetünk. Jó estét kívánok, szervusz János! Jó estét! Rutinos producer vagy, szerintem, ha ezt mondom, ez olyan nem, nagyon nem bántó. De mégis valamilyen módon most debütáló producer vagy, mert ez egy saját fejlesztésű játék, itt nem lehet mutogatni majd másra, hogy hát ezt így vettük, ez ragaszkodott a licenc tulajdonosa, ezt te alakítottad olyanra, ami most elindul nálunk, amilyen lesz. Mi alakítottuk olyanra, de a felelősség az enyém. Ez így van. Akármennyire is tetszik a nézőknek, vagy nem tetszik, ez mindenféleképpen valamilyen módon az én gyerekem. De természetesen ebben benne vannak nagyon sok kollégának a munkája, akikkel ezt együtt fejlesztettük. És igen, igazad van, ez egy kicsit másik helyzet, hogy őszinte legyek, bár nem ma kezdtem, hanem kb. 30 éve vagyok a szakmában, van gyomorgörcsöm rendesen. Hogy fogadják? Természetesen. Ilyenkor mi a kérdés? Az, hogy jó lett-e szakmailag, és leülsz, megnézed, és azt mondod a tévé előtt ülve is, hogy ez rendben van, vagy hogy mi lesz holnap a nézettségi adat? Mi az igazi mérték? Egyetlen kérdés van, hogy a nézők szeretik-e vagy nem, és milyen a nézettségi adat. Hogyha a nézettségi adat jó, akkor leülünk és elemezzük, hogy mitől jó. Hogyha a nézettségi adat nem jó, akkor pedig leülünk és elemezzük, hogy mitől nem jó. Nem lehet megúszni. Nem, ez abszolút, ezt végig kell csinálni. 15 év után szálltál ki egy nagyon nagy nevű, jól menő cégből, és alapítottál egy sajátot. Annak a gyermeke ez a ma este debütáló produkció. Ez ilyenkor egy másfajta érzés, hogy nem egy nagy céget képviselsz, hanem lehet, hogy a tiéd is már nagy cég, bocsánat, de mégiscsak a saját gyereked. Nem, a miénk még nem olyan nagy cég, mint amilyen nagy cégeknek hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam. Nem is csak, hogy érzés más, abszolút más érzés, de közben meg egy teljesen más feladat. Tehát onnantól kezdve, hogy az ember, ugye egy nagy cégnél az embernek általában van tulajdonosa, van pénzügyi háttér, van jogi háttér, iszonyatosan sok kollega dolgozik mellette és segíti a munkáját. A saját cégnél meg amellett, hogy a saját pénzét is kockáztatja az ember, meg a saját reputációját is kockáztatja az ember, igenis minden egyes pici feladatot is el kell végezni. Tehát nekem, amikor elkezdtem a saját cégemet megcsinálni, akkor nagyon prózaian be kellett menni a számlász.hu-ba, és meg kellett tanulnom bizonyos dolgokat. Hát én inkább ezt úgy fogom föl, hogy nem más, csak egész egyszerűen új dolgokat tanulok még ennyi év után is. Igen, ez egy vállalkozói létforma, nem mindegy, hogy valaki pincérként dolgozik, vagy egy saját éttermet vezet, és amikor saját éttermet vezet, akkor természetesen új dolgokat kell megtanulnia, és el kell kezdeni megtanulni mondjuk a főzéshez, és érteni ahhoz, hogy az étterem a sikeres. Na, de hogyha jól akarja csinálni az éttermet, akkor összeszedi a rutinos embereit, tehát a tuti szakácsot, akit ismer és tudja, hogy jól működik, a legjobb pincért akarjározni, tehát Károly Anikó, Turai Gábor, meg a régi csapatod, az melletted volt? Igen, és nagyon... Talán erre is vagyok a legbüszkébb, hogy függetlenül attól, hogy én hol is vagyok, azok a kollégák, akikkel egyszer dolgoztunk, azok általában, és sikerült egy jó kapcsolatot, vagy mélyebb kapcsolatot kialakítani, azok a kollégák általában szeretnek velünk, velem dolgozni továbbra is. És tényleg ez az én cégem most egy sokkal kisebb cég, mint amelyik nagy cégeknek dolgoztam, és ahol a nagy cégeknél vezető voltam, de ettől függetlenül például Károly Anikó, vagy Rényi Ádám, vagy Turai Gábor abszolút gyorsan igent mondott nekünk, de ez az is hozzátartozik, hogy olyan műfajú dolgot is csinálunk, tehát mondjuk Károly Anikónak ez a műfaj is a szíve csücske, az 500-at is együtt csináltuk, annak idején meg egyéb más műsorokat is, és amikor arról volt szó, hogy gyerünk, akkor most fejlesztünk ki egyet, mert Németh Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával azt gondoltuk, hogy az 500 után egy másik fajta műsort szeretnénk az ATV nézőinek nyújtani, akkor az Anikó ebbe úgy vetette bele magát, mint bármelyik más műsor. Pontos, amit felvesz, mert ezt rengetegen kérdezik a nézők közül is, hogy ez is egy tudásalapú vetélkedő, hogy 500 az ország géniusza, ez volt annak a neve, ez meg a géniusz. Miben hasonlít, és miben különbözik a kettő? Ugye két év telt el, tehát azért még talán az emlékezet visszanyúlik az 500-ig is. A műsorvezető az egy hasonlóan nagy tudású műsorvezető, mint az 500 műsorvezetője volt, de ez egy különbség például. Tóne Takács Gábor
Gábor, akkor ezt említjük. Igen, Gundel Takács Gábor, az 500-nak meg te voltál a műsorvezetője. Mind a kettőtökkel iszonyatosan öröm volt dolgozni egyébként. Abból a szempontból azonos, hogy a premisszája azonos a két műsornak. Mind a két műsorban egyfajta tiszteletet adunk azoknak a nagy tudású embereknek, akik nem félnek megmérettetni magukat a televízió kamerái előtt, több százezer vagy milliós nézettség előtt, akiknek ez valamilyen szinten a hobbiuk is, hogy minél több tudást szerezzenek. De a Géniuszban azt gondoltuk, hogy egy másik hatásmechanizmusra próbáltunk ráerősíteni. Az 500-ban hasonlóan, mint a Géniuszban, az 5 másodperc megvan, meg a nagy tudású játékosok megvannak, de ezen kívül egyébként majdnem minden más. Mert itt alapvetően nem csak arról van szó, hogy meg kell küzdeni az idővel, a kérdéssel, a műsorvezetővel, hanem itt egymással küzdenek meg a legnagyobb tudású játékosok. Kicsit azt mondanám, hogy az 500 az bizonyos szempontból a dekázás, a géniusz meg a lábtengózás. A dekázás is nagyon-nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz sokat dekázni, de ettől függetlenül lábtengózni meg máshogy nehéz. A géniuszban van egy olyan dinamika, és ez az ötlet, ez azt hiszem, hogy úgy láttam a felvételek során, hogy ez be is jött, és a játékosok maguk is azt mondták, hogy ez bizonyos tekintetben még nehezebb, mint az 500, mert ott áll veled szemben egy hasonló nagy tudású ember. A teniszből például tudjuk, hogy az igazi jó meccsek, azok akkor jönnek ki, amikor hasonló tudás, vagy a boxból is tudjuk, hasonló tudásúak kerülnek egymással szemben. Egy Federer, Nadal, az mindennek a közepe. Abban nem lehet csalódni, ez így van. Az jó meccs. Akár Wimbledon füvön, akár salakon a Roland Garros, az jó meccs. És ez ilyen? Ez a géniusz, az ilyen. Képzeld el, hogy ott áll egymással szembe olyan emberek, akik már nem egyszer, nem kétszer különböző kvízekben voltak, akik évtizedek óta arról szól az életük, a munkájuk mellett, hogy szeretik a tudást halmozni, vagy csak szeretnek művelődni. Gundi mennyire tud, Gundel Takács Gábor, okay. Gundi, mennyire tud beleavatkozni a játékba? Van-e abban szabadsága, hogy a játékosokat hogyan kezeli? Ezt azért is kérdem, mert majd mindjárt látjuk a vetélkedőt, igen. És majd nyilván a nézők megítélik, hogy mennyire volt igazságos, ha volt ilyen helyzete. Ebben a műsorban nagyon nincs ilyen helyzet, hogy a Gundinak bármilyen módon igazságot kéne tennie. Itt a Gundinak a szerepe, Gundel Takács Gábor, bocsánat, én azt hiszem, hogy alapvetően arról szól, hogy ő profi módon hogyan tud egy ilyen műsort szórakoztatóvá, érdekessé és izgalmassá tenni. Ővé a lendület és a tempó. Így van, de közben meg a szabályrendszer, és ez is volt nehéz a kifejlesztésben, a szabályrendszer egyébként, meg főleg egy ilyen párbaj helyzetben, ezt kellett kidolgoznunk, hogy itt nem adunk terepet annak, hogy a műsorvezető egyébként kit szeret, vagy kit nem szeret. Ráadásul ezeket a játékosokat, őszintén megmondom, egyikőjüket sem lehet nem szeretni. Nagyon alázatos. Mennyit lehet itt nyerni? 10 millió forint a maximum nyeremény. 10 millió forint a maximum. Ahhoz 10 fordulót kell menni, ugye? Ahhoz 10 párbajt kell megnyerni, de minden párbajnál már van egy garantált nyeremény. Első forduló 500 ezer forint, így megyünk fölfelé, és ha valaki 10 embert le tud győzni, ami döbbenetes teljesítmény, nem először mondom el, hogy egy olimpiai bajnoknak, Szilágyi Áronnak 5 meccset kell folyamatában megnyerni. Iszonyatos teljesítmény, amit csinált ez a fiú harmadszor. Itt a géniuszban egyébként ez egy hasonlóan sport teljesítmény is, mert 10 párbajon keresztül végigállni, az fizikailag és mentálisan is egy döbbenetes erre teljesítmény. Akar, hadd mondjam zárvásként azt, hogy Szilágyi Áron sem csak 5 asszót kell, hogy megnyerjen az olimpián, mert előtte van több száz és több ezer asszó, amik felkészül, és aki itt megnyeri a fődíjat, ő sem itt tanulta meg, hogy mik a jó válaszok, az egy életmunkája. Tökéletesen igazad van. Nézzük meg ezt a műsort. Nézzük. Induljon a géniusz. Remélem mindenkinek tetszik. Én most elbúcsúzom a nézőktől, holnap este találkozunk, és kezdődik az ATV-n a géniusz Gundel Takács Gáborral, Vizinger Jánosnak pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Jó szórakozást, viszontlátásra!